Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom Önöket, hogy az elmúlt időszakban a következő országgyűlési képviselők mentelmi jogának felfüggesztését indítványozó magánvádas megkeresések érkeztek. Arnold Sándor, fideszes országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztési tárgyában a Hajdúböszörményi Városi Bíróságtól. György István, fideszes képviselő mentelmi jogának felfüggesztése tárgyában a Pesti Központi Kerületi Bíróságtól. Megyes Tamás, fideszes képviselő mentelmi jogának felfüggesztése tárgyában az Esztergomi Városi Bíróságtól. Ezeket megvizsgálásra kiadtam a mentelmi összeférhetetlensége és mandátumvizsgáló bizottságnak. Tisztelt Országgyűlés! Bordás Vilmos úr, az Országos Választási Bizottság elnöke január 18-án megküldte az Országos Választási Bizottság határozatát Mújtj Mihály által benyújtott országos népi kezdeményezés támogató aláírások ellenőrzéséről. Tisztelt Országgyűlés, felkérem Göndör István jegyző urat, hogy ismertesse Bordás Vilmos elnök úr tájékoztató levelét. Szűcs Lajos jegyző urat pedig, hogy ismertesse az Országos Választási Bizottság 2/2011-es határozatának rendelkező részét. A választ